Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után 1849. október 6-án végezték ki. Azóta a forradalom és szabadságharc vérbefolytásának gyásznapjaként emlékezünk október 6-ára. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma 16, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az ezen a napon kivégzett 13 tisztet tartja számon. A Magyar Honvédség a világos közelében lévő szőlősi mezőn tette le a fegyvert az orosz csapatok előtt. A nemzet szabadságvágya ellenére két nagy hatalom fegyveres erőivel szemben már nem tudott tovább harcolni. Tisztelettel felkérem Frankó Mátyás evangélikus lelkészt és Stifler Zoltánné Csöngedi Nikolett református lelkészt. Mondjanak áldást! Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, megváltó Jézus Krisztusunk, a fájdalom, az emlékezés, a kétségbeesés lenne úrrá rajtunk, hogyha nem hinnénk, hogy Te vagy mindeneknek elkezdője és bevégzője. Köszönjük neked azt, Istenünk, hogy rád bízhatjuk életünket, történelmünket, múltunkat, jelenünket és jövőnket. És így kérhetjük a Te oltalmazó, a Te megszentelő, a Te drága jelenlétedet a mi életünkbe, a mi nemzetünk életébe. Így kérünk Téged, hogy áld meg hazánkat, áld meg emlékezésünket, áld meg minden magyar szívet. Jézus nevében. Amen. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget. Amen. János evangélista a 15. fejezetben azt írja Jézusról, Jézus mondta, nincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Pál apostol pedig azt írja Timóteusnak, nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Fogadjátok az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Hazám, hazám, idás hazám, bár csak határidat látnám. Látom füstjét, de csak alig, az ég alatt sötét állik. Édes anyám, gyújtsd gyertyára, hozzád megyek vacsorára. Forralj nekem édes tejet, apríts bele lágy kenyeret. Édes volt az anyám teje, keserű a más kenyere, keserű is a vanyú is, néha-néha síralmas is. Tompa Mihály a gólyához. Megenyhült a lég, vidul a határ, s te újra itt vagy, jó gólyamadár. Az ócska fészked megigazgatod, hogy ott kiköltes pelyhes magzatod. Csak vissza, vissza, meg ne csaljanak csalár, napsugár és sírópatak. Csak vissza, vissza, nincs itt kikelet, az élet fagyva van, s megdermedett. Ne járj a mezőn, temető van ott, ne menj a tóba, vértől áradott. Torony tetőkön nézvén nyughelyet, tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet. Csak vissza, vissza, délszigetje vár. Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár.
Neked két hazát adott a végzeted, nekünk csak egy volt, az is elveszett. Repülj, repülj, és délen valahol a bujdosókkal, ha találkozol, mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve, széthull nemzetünk. Az 1848-49-es esztendő mérföldkő a magyar nép történetében. Boldogság, szenvedés, remény. Ha ezt szót hallom, magyarok, szűknek érzem zekémet, keblemben tenger kavarog, s mintha trombiták köszöntenének, s mintha a régi ősi dal csendülne fel tisztán. De ilyenek a régi regék, ilyenek a hírövezte óriások. Ó, ez a sors, mind ismerős. Szabad zászlóval, büszke fővel, ősi szokás szerint. A magyarok nem bírnak a nyers állati túlerővel. A magyar seregek valóban nem bírtak az állati túlerővel. 1849. augusztusában már az ország 9/10 része az ellenség kezébe került. A túlerő háromszoros. 1849. augusztus 13-án a magyar seregek világosnál letették a fegyvert. A szabadságharca elbukott. Sok volt az áldozat, de jött a megtorlás napja. Ferenc József teljhatalmat adott a kegyetlenkedésről híjjelett Hajnau tábornoknak. 1849. augusztus 25-én Hajnau az osztrák hóhér százával iratta alá az ítéleteket. Részlet Hajnau leveléből. A lázadó vezéreket fel fogom köttetni, és minden tisztet, aki a forradalmárok szolgálatában állt, agyon fogok lövetni. Gyökerestől kiírtom a gazt, és egész Európának példát fogok mutatni, hogyan kell bánni a lázadókkal, és hogyan kell rendet, nyugalmat és egy békességet évszázadra biztosítani. Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelki ismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak. A hadbíróság 1849. szeptember 26-án meghozta a döntést. Felségsértés címén 9 tábornokot kötél általi, 4-et golyó általi halálra ítélt. Az ítélet végrehajtását október 6-ára, a bécsi forradalom évfordulójára tűzték ki. Jaj, a vígság rég megszökött! Gyászos napra gyászos éj jött. Halálnapja hult az éjbe. 13 halálnapja, 13 halott napja. Damjanics János imája, részlet. Mindenség ura, áld meg Aradot, áld meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot. Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem se ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Amen. Adi Endre, október 6. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása. Őszi szélnek búskeserve, egy-egy könny a szentelt helyre, hol megváltott hősi áron becsületet, dicsőséget az aradi 13. Az aradi Golgotára ráragyog a napsugára. Oda hull az őszi rózsa, hulló levél búcsú csókja. Bánat sír a száraz ágon, ott elussza csendes álmát az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye, tűz rá a fényes égre. Búj szívünknek enyhe fényed, adjon nyugvást, békességet.
sugáridon szellem járjon, s keressem fel küzdelménkben az aradi 13. Mit faragsz, te ács? Mit faragsz itt a vidéken? Akasztóvát faragok, holnap törökfüd majd ezen. Mit faragsz, ács? Mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok, Lanner György függ majd ezen. Mit faragsz, ács? Mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok, holnap törökfüd majd ezen. Jaj, de búsan süt az őszi napsugára, az aradi vár börtönnek ablakára. Szánja azt a 13 magyar vitéz, ki a börtön fenekén a halálra kész. Elítélték sorba mind a 13-at, szőttek fontak anyagukba ezer vádat. Elnevezték felségsértő pártüdőknek, mert a magyar szabadságért harcra keltek. Elnevezték felségsértő pártüdőknek, mert a magyar szabadságért harcra keltek. Reményik Sándor, október 6. Lehullott a rezgő nyárfa. Nem, nem ezüst szín most a levele, feketén hull a fákról a levél, és a föld, amelyre hull, kemény, mint a koporsó fedele. Hallottátok? Így szól a rendelet. Gyászolni nem merjen ma senki sem. Senki nem merje ülni ünnepet, mert a nép, melynek a nap ünnepe volt, csak volt. Halottnak hallgatás, de a hamu alatt, valahol mélyen, izzik a parázs. Halottnak hallgatás, de a hamu alatt, valahol mélyen, még izzik a parázs. Kívánjuk a sajtó szabadságát! Kisernő! Felelős minisztériumot Budán és Pesten! Lázár Vilmos! Évenkénti országgyűlést Pesten! Schweider József! Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Költemberg Erdő. Nemzeti őrsereg. Törött migráns. Közös teherviselés. Lassner György. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Krízis Károly. Esküdszék képviselet egyenlőség alapján. Nagy Sándor József. Nemzeti Bank. Gróf Reiningen Westenburg Károly. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el tőlük. Aulich Lajos. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Damjanics János. Unió Erdélye. Gróf Bécsei Károly. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Szabadság.
Aranyosi Ervin az aradi vértanúk emlékére. Szabadság, mit legyűrt a zsarnok? Egy nép, mely gyászol s ünnepel, temetni jöttünk és siratni, de e nép többet érdemel. A gőg s a túlerő legyőzött, de büszke népünk fennmarad. Ők 13-an ott nyugosznak, nem népünk sírja lett arad. Ha hűvös őszi éjszakákon a csillagokat kémleled, 13 ragyogó csillag felülről őrzi népedet. Hibáinkból tanulni kéne, mert megbűnhötte már a nép, s hűvös őszi éjszakákon érezd a hősök tekintetét. Ablakomból télen csontvázakat látok, várom a rügyeket, ébredjenek virágok. Pár óra és sötét lesz, jönnek merész álmok, meghozza a reggelt, mit régóta kívánok. Kegyetlen az idő, elmennek barátok, nem jönnek újak, hiába várok. Semmi sem tiszta, zárva minden ajtó, hiába kopogtatsz, nem tudod, mi a jelszó. Sugar.
Magyar önbecsülés. Tisztelt megjelentek, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Illik-e személyes érzésekkel és élményekkel előhozakodni ilyen magasztos és fájdalmas emlékünnepen, mint az aradi 13-ak kivégzésének napján? De milyen személyes kötődés lenne 2023-ban a drámai nap után 174 esztendővel? Hivatalosan minden magyar településen megemlékeznek az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc mártír honvédtisztjeiről, hol szerényebben, hol nagyobb méltósággal. Hőseinket tiszteljük ilyenkor, a zászlók értük lobognak, a zene értük szól, a himnuszt nekik küldjük az égben lakozó lelkeikhez, akár néhányan, akár ezren énekeljük. S mi lakik egyenként a szívünkben róluk? Ha elgondolkodunk felőlük, egykor fekete színű, mára mégis aranyfényben ragyogó emléknapom. 13 nevet nem is mindig tudjuk elsorolni hiánytalanul, az idegen csengések miatt is, bár leírva azonnal felismerjük, ha csak rápillantunk egyre, másikra. Ugyanúgy, mint ezen a napon kivégzett Magyarország első miniszterelnökére, Batthyány grófra. Az aradi hősök között német, osztrák, szerb, horvát, örmény származásúak voltak, akik közül többen nem is tudtak jól magyarul, és mégis a magyar hazáért és a magyar szabadságért a magyarok igazáért áldozták életüket. Magyarnak lenni nem csak születés, de választás, döntés is olykor, ezt sokan sokféleképpen megfogalmazták. Családunk anyai ágán osztrák származásúak vagyunk. Ez az én személyes történetem a mai dicsőséges megemlékezés alkalmával. Talán nem vagyok szerénytelen, ha megemlítem a családi tényeket. Dédapám, Báró Hauer Lipót csak nem pontosan 100 évvel korábban született Budapesten, mint én. Ő 1854. január 26-án jött a világra, én pedig 1954. február 1-én. Az 1848-as forradalomban nem vehetett részt tehát, hiszen utána született. De azt tudjuk a családi legendáriumból, hogy német volt az anyanyelve, pontosabban osztrák. Az első világháború előtt a magyar huszárezredeknél szolgált, a háború előtt közvetlenül a magyar honvéd lovasság felügyelője volt. Részt vett a háborúban, a Hauer lovas hadtest parancsnokaként nem vesztett csatát, sőt, egy hídfőt is elfoglaltak az oroszokkal vívott küzdelemben. Az 1933-ban elhunyt dédapám a magyarságot, a magyar sorsot választotta olyannyira, hogy a császár és királyi közös hadseregben a magyar vezérezredesi rendfokozatig jutott. Késői gyermekként sajnos egy nagyszülőmet ismerhettem. Keveset kérdeztem szüleimtől, akár dédapáról, akár a többi felmenőkről, bár sokszor megtettem volna. Később többször felmerült bennem, mi lehetett az a helyzet, körülmény, ami a magyarsághoz kötődés választását eredményezte az osztrák vérszerinti rokonság ellenére. Biztosan lett volna párhuzam az aradi hősök egyéni történeteivel, a mai életünkkel, a magyar sors választásában, vállalásában, ami napról napra próbára tesz bennünket most is. Hálát adunk az égnek a békéért, amely bennünket megtartó erőként óv, de maradt a mai nemzedéknek is e vállalásban feladat. Csöndben, álhatatosan, ám kitartóan viselni magyarságunkat, küzdeni az igazunkért, méltón az aradi hőseink utódaiként is. Köszönöm szépen. Tisztelt ünneplő, emlékező közösség! Egyetlen mondattal szeretném az egész ünnepséget aláhúzni, vagy kiemelni, megerősíteni. Egy öreg székelytől hallottam, aki azt mondta,
Azt hitték, hogy elástak bennünket. Nem tudták, hogy magok vagyunk. Azt hitték, hogy elástak bennünket. Nem tudták, hogy magok vagyunk. A magyar történelmet végigolvasva, végig tanulmányozva, azt a sok-sok gyász időszakot újra végig gondolva, újra élve, ma itt újra azt láthattuk a gyerekeinktől, hogy azt hitték, hogy elástak bennünket, nem tudták, hogy magok vagyunk. Maradjunk meg ebben. Magok vagyunk, akiknek termést kell hozni, akiknek el kell halniuk a földbe azért, hogy termést hozhassanak, de ezzel egy új életet, új életeket, új közösséget, új várost, új országot, új nemzetet építünk folyamatosan. Jöjjön ellenünk a török, a tatár, a ruszki, akárki, ha ők úgy gondolják, vagy úgy látják, hogy elástak bennünket, mi mindig tudjuk, hogy magok vagyunk. Isten éltesse Magyarországot!